Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hát akár tetszik Brüsszelnek, vagy akár nem, akár tetszik Strasbourgnak, vagy akár nem, akár tetszik Soros úrnak és NGO-inak, vagy akár nem, és akár tetszik tisztelt ellenzőki képviselőtársainknak, vagy akár nem, de nekünk keresztény demokratáknak választ kell adnunk és vissza kell utasítanunk a Magyarországgal szemben a Sargentini jelentésben megfogalmazott igaztalan vádak közönét, így magát a rasszista és antiszemita vádakat is. Ezért terjesztettük be Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló Háper 1487-es számú országgyűlési határozati javaslatot. Nem azért, amit tisztelt ellenzéki képviselőktől szinte egykottából olvasva hallhattunk most már 9. órán keresztül, hanem kifejezetten azért, hogy megvédjük Magyarországot, és azért, hogy méltó választ adjunk a brüsszeli és a strasbourgi bevándorláspárti politikusoknak, továbbá az őket hátulról támogató Soros-féle NGO-knak. Végre értsék meg, nem hagyhatjuk, hogy hamis vádak és koncepciós eljárás alapján igaztalanul megbélyegezzék Magyarországot és a magyar embereket. Tisztelt hölgyeim és uraim! Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Azért támadnak minket, mert elutasítjuk az illegális bevándorlást és annak minden formáját. Azért támadnak minket, mert betartjuk az uniós és a schengeni kötelezettségeinket. Azért támadnak minket, mert nem engedjük, hogy kijátsszák a schengeni határvédelmet. És tisztelt vagy nem tisztelt triumvirátus. Önök tényleg azt gondolják, hogy ténykedésük és bennünket, magyarokat alaptalanul elítélő szavazás erősíti majd az európai szolidaritást? Önök tényleg azt gondolják, hogy egy független EU-s tagállam legitim kormányának, mint a negyedik kormánynak nincs joga azt a politikát követni, mely mellé a törvényes választások során a magyar választópolgárok a győzelemhez szükséges voksaikat adták? Önök tényleg azt gondolják, hogy nekünk magyaroknak nincs jogunk megvédeni a keresztény identitásunkat? Önök annak ellenére, hogy Magyarország a történelem során többször is komoly anyagi áldozatokat és véráldozatokat hozott, jó szolgálatot tett Európának, és most is azt teszi. Tényleg azt gondolják, hogy behódolunk az európai értékeket semmibe vevő törekvéseiknek? Nos, tévednek. Kicsinyes bosszújuknak nem hódolunk be. Nem hódolunk be, triumvirátusról beszélek. Tudja, Brüsszel, Soros, Strasbourg. Rendben van. Kicsinyes bosszújuknak nem hódolunk be. Nem hódulunk be semmiféle zsarolásuknak sem. Mindent meg fogunk tenni a jövőben is, hogy az önök veszélyes terveitől megvédjük Magyarországot és megvédjük Európát. És ha már tiszta vizet öntünk a pohárba, el kell mondanunk azt is, hogy önök, miközben jogállamiságról prédikálnak nekünk, éppen magát a jogállamiságot csúfolják meg. Önök az Európai Parlament erkölcsi tekintélyének éppen az utolsó morzsáit élik fel. Tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarország azért fog harcolni, hogy jövőre olyan új Európai Parlament és olyan új Európai Bizottság alakuljon, amely elkötelezett a bevándorlás megállítása és a határok megvédése mellett. Harcolni fogunk azért is, ahogy több képviselőtársam már hangsúlyozta, hogy a néppárt végre visszatérjen az Európai Unió alapító atyáinak az útjára. A kereszténydemokrata útra, ami az európai identitás megőrzését,
az európai keresztény gyökerekhez való ragaszkodást jelenti. Mert Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ahogyan azt az alapító atyák Schumann, Adenauer és de Gasperi megfogalmazta. Európa és benne Magyarország megmaradásáért folyó harcban önöknek, magyar választóknak óriási szerepük lesz. Önökön múlik ugyanis az, hogy harcunk sikerre vezete. Sikerre vezete vagy egy Európa szintű bevándorláspárti többségi koalíció jön majd létre, és folytatódik 2019 után is az európai rémálom, az illegális bevándorláspárti, migráns simogató európai politika. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket!